Minden a sakról fog szólni február 8-án a Futurában. Az Élményközpont és a Fehérló Sakk Egyesület közösen szervezi meg első sakkkarneválját. A rendezvényen 30 jelentkező szimultánt játszhat majd Portis Lajossal. Portis Lajosról tudni kell, a nemzet sportolója, 9-szeres magyar bajnok, 8-szoros világbajnok jelölt, és azt hiszem ő igazán mesélhetne arról, hogy mi mindent, és fog is szerintem, mi mindent nyújtott számára a sakk. Az ötlet Lobi Cákostól, az Egyesület elnökétől származik. Tagjaik már több versenyen is sikerrel szerepeltek, a megmérettetések között azonban nem volt lehetőség a kikapcsolódásra. Akkor fogant meg bennem ez az ötlet, hogy mi lenne, ha azt az időszakot, amikor ők a sakk szellemi terhelését pihennék, azt nem haszontalan dologgal, hanem egy hasznos dologgal töltenék el. Játszanának, de okosan játszanának. Így esett a választás a Futurára, az Élményközpont pedig partner volt ebben. Mivel a rendezvény a farsangi időszakba esik, ezért lesz egy különlegessége is. Élőszereplős sakjátszma. 4 óvodás csapat öltözik majd jelmezekbe. Ugye a sakfiguráknak fognak ők beöltözni, semmiféle megkötésünk nem volt, hogy milyen színű, tehát nem fekete-fehér ruhákat képzeltünk mi el. A mi kívánságunk az, hogy valami egységes stílusba legyenek fölöltözve. Az egész napos rendezvényen lesznek még gyermek és felnőtt sakversenyek, valamint az érdeklődők a Shark Musicalből hallgathatnak majd meg egy részletet. Beöltözös. Igen.